A bölcsfiú enged atya intésének, de a csúfoló semmi dorgálásnak helyet nem áll. A példabeszédek könyve 13. fejezet első versét idézem ma reggel. Milyen érdekes, hogy a Biblia bölcsfiúról beszél? Hát lehetnek-e a fiatal emberek, az alig a gyermekkorból az ifjúkorba átlépő emberparánták bölcsek? Hát a maga módján már a gyermek is lehet bölcs. Mikor? Amikor a nálánál idősebb intésére odafigyel, tanítását hallgatja, és a hétköznapi élet is az bizonyítja, hogy ez már nagyon korai korban kifejlődik, hogy ki az a gyermek, aki figyelmes, aki érdeklődik, Lehetséges, hogy erre otthon a családi környezet készíti fel, akkor, hogyha az békés, nyugodt, hogyha értelmes beszédekkel teljes, hogyha otthon a szülők nem veszekedéssel töltik az időt, vagy nem a gyerekek öncélú megregulázásával, hanem azzal, hogy értelmes dolgokról beszélnek, és a gyerek odafigyel. Hány és hány ilyen gyermeket volt módomban megismerni, akikből már kisgyermek korukban szinte szakértők lettek, szakértői mondjuk a gombáknak, szakértői a rajzoknak, szakértői az írásnak is. Minden esetre a Biblia a példabeszédek könyvében bölcs fiúról beszél a bölcs fiú enged atya intésének, és vele szemben kiáll. Mert a példabeszédek könyvében mindig azt látjuk, hogy van egy pozitív oldal, és van egy negatív oldal. A bölcsel szemben áll a csúfoló, aki elhárítja magától a másik ember, akár az édesapa, édesanyja intéseit, aki már gyermekkorától fogva olyan furcsa magatartást tanúsít, ez biztos, hogy nem a génekkel hozza az ember. Nagyon különös, ahogy egy ember belső világa kifejlődik. Mikor is szökkel szárba a lelkiismeret, hogyan telebélyesedik a gondolkodás, hát az akarat persze, az akarat az mindenkiben először fejlődik ki joggal panaszkodott rá Schopenhauer, hogy az az ember élet nagy tragédiája, hogy először az akarat bontakozik ki, és sok embernél jóval utána kullog csak az értelem és a lelkiismeret. Miért lesz az egyik gyerek bölcs, a másik csúfoló? Hogyan alakul ki az ember belső világa? Ezt a belső világot látja előre az Isten, és mindenki számára tervet készít, hogy az az ember, aki gyermekkorától fogva figyelmes, értelmes, odahajtja a fülét az oktatásra, az intésre, az még inkább tudjon fejlődni, ez szélozza Isten gondviselése és előrelátásán alapuló terve. De az a gyermek is, aki csúfoló, akiben görcs áll be, hogyha az idősebbeket hallgatja, és meg van győződve arról, hogy mindenben neki van igaza, már gyerekkorában, már ifjú korában valami olyan rettenetes belső világot mutat, hogy az ember szinte elszörnyűködik. A Biblia minden esetre figyelmeztet bennünket, hogy ha a bölcs gyermek enged atya intésének, a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem fogadni. Vannak, nem is kiszámban olyan fiatalok, akik neki indulnak a világnak, és már fiatalon megvannak vannak győződve, hogy mindenben nekik van igazuk. A fiatalság joga a tévedés szokták mondani, és néha lesajnálóan is, mert hiszen annyi sok hibát és bűnt elkövetnek a fiatalok ennek az elvnek a jegyébe, hogy nagyon magabiztosak, nagyon csúfolók, nagyon kipécézik a felnőtt világnak a, az egyébként biztos, hogy kritika alá eső dolgait, de hát mindannyian emberek vagyunk, és a felnőttek sem tökéletesek, ők is fejlődésben levő lények, Jaj, ha gyermekeket tudtunk nevelni, kisgyermekeket, hányszor és hányszor tapasztaltuk azt, hogy a fiatalok szinte kicsúsznak a kezeink közül, mert vannak közülük bölcsek, de vannak közöttük nagyszámban csúfolók, akik megrögződnek egy-egy rossz magatartásban. Mennyire kérnünk kell Istent, hogy kulcsot kapjunk a saját gyermekeinkhez, unokáinkhoz is. Mennyire szükség van a komoly imaéletre, a másokért való imára, hogy epafrás imádkozott, hogy emberek megállhassanak tökéletes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában.